Tényleges életfogytiglanit kapott a Baranya megyei túronyi kettős gyilkos. A férfi két idős szomszédjával is kegyetlen módon végzett, majd kifosztotta őket. Egyikükre a házát is rágyújtotta, miközben áldozata még élt. Itt ebben a házban sújtott le baltával a nyugdíjas német szomszédjára egy férfi még 2016-ban. Kázsolt azért ment át a szomszédhoz, hogy ellopja a garázsból a fűnyírót. A 81 éves férfi tetten érte a vádlottat, de nem szólt semmit, hanem visszament a házba. A férfi azonban utána ment és fejszével agyonverte. A gyilkos az idős ember pénztárcáját, mobiltelefonját és iratait is elvitte magával. Tényleje le! Rejje fel a kezét, tegye tarkóra! Néhány hónappal később kommandósok otthonában fogták el a kegyetlen gyilkost, akit 2019-ben 25 év börtönre ítélt a pécsi ítélőtábla. Későbbi nyomozás során derült ki, hogy szintén Turonyban egy 88 éves nőt is ölt meg. 2017-ben a férfi késsel többször mellkason szúrta az asszonyt, majd rágyújtotta a házat és elvitte az összes megtakarított pénzét. Az idős asszony szomszédja a gyilkosság után nyilatkozott híradónknak. A nyugdíja volt, meg a földjáradékot előtte kapta meg. Hát én annyira nem tudom, hogy mennyi volt, aprója volt. Sosem mondta neki, Margit néni, miért tartja így? De tőled nem félek, de Margit néni, én tőlem nem fél, de mások mondta. Aztán itt volt az eredménye. Én sejtettem, hogy egyszer ez lesz a vége. Én sejtettem. A szegedi ítélőtábla most hozott ítéletet a kegyetlen gyilkosság ügyében. A szegedi ítélőtábla az aljas célból történő elkövetést is megállapította a vádlott terhére, így az általa elkövetett életelleni cselekmény szinte példátlan módon 5 minősítő körülmény fennállta miatt is súlyosabban minősül. A vádlott jogerős büntetése így életfogytig tartó fegyházbüntetés, és 10 év közügyektől eltiltás lett. Az ítélet azt jelenti, hogy a két nyugdíjas gyilkosa később nem bocsátható feltétele szabadlábra, élete végéig börtönben marad.